Szeretnék bemutatkozni, Takács Sándor vagyok, a Karolina Mokianna Pénz tanácsadó szolgálatot. Igen? Tehát a Karolina úti szűrőállomásról érkeztem. Csak kapcsolódva a korábbi előadásokhoz, a Dudás Marcsi előadásában ez a HA-REACT projekthez kapcsolódva, mi már ezt csináljuk egyébként kicsiben, megpróbáltuk elérni a szakmapolitikát, és sikerült 1500 darab nyáltesztet vásárolni, és több civil szervezet bevonásával, így többek között az Altalappal is már együtt működünk, és próbáljuk ezt a nyáltesztet egyrészt népszerűsíteni, meg magát a szűrésszámot emelni, és minél több szűrést végezni. Most arra kaptam felkérést, hogy a mai előadásban 10 percben beszéljek arról, hogy mi történik, hogyha pozitív, illetve reaktív lesz egy teszt. Tehát elsősorban ezt nem csak szőrszálhasogatás szempontjából, de az egészségügyi rendszerben még ez elválik, különválik, tehát már ne, ami reaktív, az nem pozitív. Tehát alapvetően, hogyha akár egy gyors teszt ugye reaktív lesz, akkor az egy nagyon erős gyanú arra, hogy valamilyen fertőzés áll mögötte. Természetesen most hozzáteszem zárójelben, nagyon erős gyanú ez. Nagyon modernek ma már ezek a tesztek. Lerövidült jelentősen az ablakperiódusuk, tehát nagyon modernek, nagyon szenzitívek, tehát ez már nagyban valószínűsíti, hogy valóban egy HIV fertőzés állhat egy reaktív gyors teszt mögött. Ezt a tesztet utána meg kell ismételni. Először próbálok kapcsolódni azokhoz a dokumentumokhoz, illetve jogszabályokhoz, amik ezt leírják, vagy próbálnak iránymutatást adni. Először 2011-es 7. számú egészségügyi közlönyben jelent meg a gyors tesztek említése, mind nyál, egyébként érdekes módon vizelet, és mind az újbegyből végzett vértesztekről, gyors tesztekkel kapcsolatban. Ez egy diagnosztikai, tehát az orvosi mikrobiológiai szakmai kollégium egyfajta protokollja ez, ami erről szólt. Tehát itt látható a közlönynek a másolata. Itt már megemlíti, hogy ha reaktívat jelez egy gyors teszt, akkor mindenképpen szükség van vérvételre, tehát verifikációra. Tehát alapvetően, hogyha egy szociális szolgáltató ugye végez egy gyors tesztet, akkor ugye az a következő lépés, hogy valamilyen olyan egészségügyi szolgáltatóba kell irányítani a klienst, ahol vérvételt tudnak végezni, és ezt utána ez bekerül a rendszerbe, a regulális rendszerbe. Igen. Utána megtörténik egy vérvétel, de még ez sem biztos, hogy pozitív, ez is még továbbra is reaktív eredményt mutat. A vérvétellel elvégzett úgynevezett laboratóriumi szűrőteszt még mindig lehet negatív. Tehát egy reaktív gyors teszt nem mindig 100%-ban jelzi a pozitivitást, de alapvetően nagyon erős gyanú rá. Hogyha a laboratóriumi szűrőteszt bejelez, akkor megismétlik még egyszer. Erről nem biztos, hogy tud a kliens, összesen háromszor fogják megismételni ugyanazt az ELISA típusú szűrő tesztet. Tehát még mindig nem verifikáló, azaz diagnosztikus erejű laboratóriumi eredményt mutató eredmény, hanem egy szűrő teszt. Ezt háromszor végzik el, ha háromból kétszer reaktív ez az ELISA típusú szűrő teszt, akkor adják ki, hogy a laboratóriumi szűrő teszt reaktív. Tehát még mindig nincs eredmény. Ezt kell tulajdonképpen beépíteni a tanácsadásba vagy a counselingbe, hogy a várakozás. Tehát ezt nagyon nehéz ma kezelni, amíg elérkezik. Tehát ezt meg kell értetni, hogy ennek van egy folyamata. Ennek persze érthető labordiagnosztikai, technológiai okai is lehetnek, hogy miért tart ez ennyi időbe, de ezt el kell magyarázni. Tehát hogyha három szűrőteszt, ami még mindig nem diagnózis, reaktív, akkor elkerül az úgynevezett verifikáló laboratóriumba ez a vérminta, és erről úgy értesítik akár a szolgáltatót, akár a klienst, hogy újabb natív mintát kérünk. Ez azt jelenti, hogy egy megismételt vérvételre van szükség. Ez többek között azért is kell, mert ha tényleg valóban egy olyan egyéb fertőzés zavarhatta meg a teszteket, ami éppen lezajlott a szervezetében, akkor muszáj ezt egy későbbi vérmintával utána küldeni,
egyfajta differenciálás miatt szüksége van ennek a labornak erre. Ettől függetlenül az első laborminta is lehet már egyértelműen nem kétes vagy nem indeterminét, hanem egyértelmű diagnózisértékű pozitív, verifikált HIV lelet. A következő ilyen már lehet, hogy sokszor említett 18/2012-es ISCM rendelet, ami szintén nagyon alaposan rendelkezik mind az önkéntesen elvégzett anonim jellegű szűrésekről, illetve a kötelezően elvégzendő. De azt mi nem érintjük, mert arról most nincs szó alapvetően. Ez az ISCM rendelet fogalmaz, vagy jelöli ki azokat külön mellékletben, azokat a laboratóriumokat, ahová többek között esetleg lehet küldeni a reaktív gyors tesztes klienseket. Ilyen ugye az ANTS által kijelölt kirendeltségek, bőr- és nemibeteggondozók, vagy bármilyen HIV szűrése működési engedéllyel rendelkező szűrőállomás. Ja, igen, ez az. Igen, a verifikált eredményekről beszéltem, hogy tovább küldik a három reaktív ELISA típusú teszt után a vérmintákat. Szintén ez a jogszabály jelöli ki ezeket a laboratóriumokat, ahol ezeket a verifikált eredményeket kiadják. Igen, alapvetően azért tettem föl a mind a két helyet, mert a jogszabályban még megjelenik a miután megérkezik a verifikáció, tehát hova kell küldeni a HIV-fertőzött személyeket. Eddig volt az STD centrum a Mária utcai bőrklinikában, itt már nem fogadják gondozásra a klienseket, hanem a László kórházban van most Budapesten a 3-as számú infektológián. Azért szűnt ez meg, mert alapvetően egy újfajta kezelési protokoll állt be a László kórházban, tehát rögtön a diagnózis megérkezése után felajánlható a gyógyszeres terápia, és ezért mindenkit rögtön közvetlenül a kezelőhelyre irányítanak. Korábban a Mária utcában nem volt gyógyszeres terápia, csak úgynevezett gondozás, tehát a megfelelő egyéb bőr problémákat, illetve speciális laborvizsgálatokat végeztek el. Igen, ezután megszűnik az anonimitás, tehát utána már, hogy igénybe vehesse ugye a TAI által biztosított ellátásokat, nevesíteni fogják persze az egészségügyi adatok adatvédelmi biztonságával. És 2014-ben ezt a 18/2002-es rendeletet kibővítették az úgynevezett decentrumokkal, tehát már három vidéki központban is lehetőség van akár terápiás jellegű HIV gondozásra. Igen, még kiemelnék nagyon jó két kiadványt. Ez 2010-ben jelent meg az EMCDDA által kiadott iránymutatás, amelyet a Nemzeti Drogfókuszpont lefordított, és a honlapjukon is fent van. Ezek az útmutatók ugye az IV fogyasztók körében kezdeményezett fertőző betegségekkel kapcsolatos orvosi vizsgálat és tanácsadás, illetve a kábítószerfogyasztók körében végzett hepatitis és egyéb fertőzések szűrése. Ebben is nagyon részletesen egyfajta kvázi követendő jó példaként le vannak írva ezek az eljárások.